Sziasztok! A GSM Online-nak a videó tesztjét látjátok. Ezen a héten egy Sony Ericsson Xperia Ray típusú mobiltelefon tesztelünk Olá Attilával, az Andromedar.hu szerkesztőjével. A Sony Ericsson Xperia Ray készülék nagyjából a Xperia sorozatnak a közepén helyezkedik el, azért mert az Arc vagy az Arc S-től egy szinten lejjebb sorolható be, viszont a Mini-től vagy a Mini Pro-tól, ami a Mini-től annyira különbözik lényegében, hogy van egy kinyitható QWERTY billentyűzet, valamennyire följebb. És ez árban is jelentkezni fog, tehát valószínűleg olcsóbb lesz, illetve olcsóbb a kereskedőknél, mint az Arc, viszont a Mini-től vagy a Mini Pro-tól minimálisan drágább. Ha a külsejét megnézzük, akkor ez a telefon egy kicsit el van nyújtva a Minihez, illetve a többi telefonhoz képest is, tehát arányaiban az oldalas oldalak nagyobbak, mint a megszokott. Viszont nem zavaró, tehát hogy kézbe veszük, akkor ez egy kényelmes. És el is gondolkoztam rajta, hogy mire emlékeztet engem, és amikor a kezembe került, akkor először a távirányító jutott eszembe, mert a távirányítónak van egy ilyen hosszúkás formája. Viszont utána eszembe jutott, hogy az MP3 lejátszóknak is nagyjából egy ilyen formavilággal rendelkeznek, és ez nem is el messze túlságosan a Sony vonalától, főleg, hogyha belegondolunk a Walkman márka továbbélésébe, de formali világában szerintem teljesen rendben van, könnyen hozzászokható. Attila, viszont nálad is volt tesztelésen az a telefon, nálad hogy működött, milyen tapasztalataid vannak a készülékkel kapcsolatosan? Igazából csak pozitív tapasztalataim vannak. Szerintem ez egyik legcsinosabb és legkecsesebb Xperia készülékről van szó. Összes ismerősömnek, akinek eddig a kezébe járt ez a telefon, mindenki azt mondta, hogy ez pont az ideális méret egy okos telefonnak. Ugyanis az előző szériákból nagyon sok olyan véleménnyel találkoztam, amiben vagy az volt a probléma, hogy túl zömök, túl kicsi, túl nagy, itt például mondjuk az Arc és az Arc S esetében. Ez viszont egy pontosan kézrefekvő, kényelmes, kecses készülék. Ha megnézzük a Sony Ericsson Xperia Ray-nek a dobozát, akkor a dobozon megtalálhatjuk a főbb jellemzőit. Például, hogy androidos operációs rendszer van rajta, illetve a hátlapra még föltettek egy pár logót. Egyrészt a Bravia Engine van benne, ami a képnézegetésnél meg a videó visszajátszásnál fontos szerepet tölt be, javítja a képnek a minőségét. Másrészt van egy Exmor R rendszer, ami a gyenge fényű fotózásnál teszi minél kisebb zajjal rendelkezővé a képet, még szebbé, még telítettebbé. Ha megnézzük, akkor QuickTime videó lejátszására alkalmas, ez is a videóhoz szolgál. Wi-Fi-n szinte mindenféle szabványra tud csatlakozni. Van rajta egy DLNA szabvány kapcsolódás. 3,3 szólos kijelzője van, egy 3,5-es jacket tudunk bedugni, azon keresztül tudjuk hallgatni. Ezért, tehát ez egy normál jack. 8,1 megapixeles kamera kapott helyet, ami egy villanó LED valkúval rendelkezik. HD videófilm felvevésére képes 720p-vel, illetve egy 1 GHz-es processzor muzsikál benne. És akkor nézzük is meg, hogy mit rejt a doboza. Hát kibontjuk, akkor legfelül találjuk a készüléket, és ha tovább bontjuk a dobozt, akkor benne találjuk a többi tartozékát, egy USB-s hálózati töltő adaptert, hozzá természetesen egy USB kábelt, egy micro USB végződéssel, amin keresztül egyrészt tölteni tudjuk a telefon, másrészt pedig az adatokat át tudjuk húzni a számítógépre, illetve a dobozban kapott helyet egy headset, egy felvevő gombos, normál headset, tehát nem az agyba dugós változat, hanem ez a classic version. Tehát még a doboz alján találunk egy pár leírást hozzá. Többek között, hogy kell egy óra alatt megismerni a telefont. Az Xperia Ray-nek a külsejéről két fontos dolgot jegyeznék meg. Egyik az előlapja, ugyanis itt egy karcálló kijelző van. Erről azt írják a weboldalon, hogy ez egy karcálló ásványüveg. A másik jellegzetesség az a hátlap. Ez egy ilyen mat, gumírozott hátlap, nagyon kényelmes a fogás, és sokkal jobb, mint a Xperia Arc-nak, aminek egy fényes hátlapja volt. Ez nem izzad be annyira a tenyerünkbe. Felül igazából az előlapi kamera, illetve egy távolságmérő és fényérzékelő található, alul pedig a három dedikált gomb,
középen a home gomb, illetve ha hosszan lenyomva tartjuk, akkor az aktív alkalmazások jönnek elő, bal oldalon a visszalépés, illetve a jobb oldalon a menü gomb. Tetén a bekapcsoló van, illetve egy normál jack nyílás. Bal oldalon kapott helyet az USB nyílás, amin keresztül tudjuk tölteni meg, összekötni a számítógéppel. Jobb oldalon a hangerő szabályzó gombok vannak, alul pedig a mikrofon, illetve a hátlapot levevő, vagy hátlap levelését segítő nyílás. Hátlapon pedig gyönyörű Sony Ericsson logó, Xperia felirat, illetve ami a fontosabb, az egy 8,1 megapixeles kamera, amivel tudunk HD felvételt is készíteni, ahogy ez a felirat is mutatja, illetve egy erősebb villanó vaku, valamint a logó alatt van a hangszórónak kivezető nyílása. Ez a hangszóró egészen jól megszólal, tehát amikor zenét hallgatunk rajta, jó hangzása van. Persze nem egy zenekari hangzást kell elképzelni, de a mobiltelefonok között kifejezetten jól szól. Ha megnézzük egy másik telefon családot, akkor azt láttuk, hogy a Nokia 500-ashoz egészen hasonlít. Mind a mérete, mind a forma világa. Természetesen megvannak azok a sajátosságai, hogy mások a gombsorok, de alapjaiban még a hátlap is azt mondom, hogy hasonlóságot mutat. Én nem lennék meglepődve azon, hogyha a következő peres ügy a Sony Ericsson és a Nokia között lenne. Többek között ez a típus miatt is. Az Xperia-i a 2.3.3-as operációs rendszert kapta meg, az a Gingerbread-et, ami elég szépen mászik a telefonon, nincsen semmiféle akadás, teljesen jól működik a rendszer. A Sony Ericsson azt ígérte nekünk a minap, hogy a 2011-ben kijött Xperia készülékek minden egyes tagja meg fogja kapni a legújabb Android frissítést, azaz az Ice Cream Sandwich-et, amire én konkrétan nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy az időpontot mikorra fogják kitűzni. Hát igen, erre mondják azt, hogy Ray bácsi is tud egy játékot. Ray bácsi is tud egy játékot. Hey, most ki van itt az új bácsi? Jössz játszani Ray bácsival? A szokásos Sony Ericsson jegyeket megtalálhatjuk a kezelő felületen, mint az oldalra léptethető menüsort, illetve a tálcát, amit ugye minden androidos telefonnál kivétel nélkül megtalálhatunk. Illetve van még egy Timescape nevezetű funkció, amit a Sony Ericsson sajátjának mond. Ebben nagyon érdekes dolgok vannak. Egy helyen megnézhetjük például a twitteres történéseinket, a Facebookunkat, a telefonkönyvünket, az üzeneteket és egyéb csatornákat is behúzhatunk. Ez egyébként így néz ki. Itt vannak az üzenetek például, itt vannak a Facebook események, amik nagyon ízléses 3D-s panelban jelennek meg, ilyen kis képpel illusztrálva. Ez egyébként faranyos, bár én nem használom. További hasznos funkciók még, hogy a menüket tudjuk szépen csoportosítani. Itt láthatjuk egyéni rendezés, betűrend, legtöbbet használt és legutóbb telepített funkciók vannak. Illetve egy olyan program kapott helyet a telefonon, amin nagyon sokáig gondolkodtam, hogy vajon mire való. Persze a nevéből adódóan azért volt némi fogalmam róla. Ez a 3D kamera. A 3D funkciót a galériából is indíthatjuk egy gombnyomásra. Itt találhatjuk a fényképező gomb mellett. Nagyon sokat gondolkodtunk a Lócival, hogy ezt vajon hogy lehet megjeleníteni a telefonon, de aztán rájöttünk, hogy ezt csak 3D Sony TV-ken tudjuk megnézni. Nézzünk is meg egy képet. Így néz ki. Itt épp munka közben tevékenykedünk. Elég érdekes a hatás. Néha picit össze van nyomva, néha picit szét van húzva, de gondolom ez egy tévén nyilván másként fog kinézni. Csináltunk még ezen kívül képet. Ez egy play gombbal indíthatjuk el egyébként az előnézetet, és ez így néz ki valójában. Összességében elmondható, hogy ez egy olyan telefon, ami egy egészen tág célcsoportnak szól, mert ugyanúgy egy fiatalnak, aki főleg a szabad idejében használja ezt a telefont, és ugyanúgy jó egy üzletembernek, aki üzleti célokra használja. Tehát azt látom, hogy nincsen belőle egy konkrét célcsoport, hanem ez egy Joker telefon, amit mindenki tud használni. A Sony Ericsson Xperia Ray készülékről készített részletes tesztünket a www.gsm-online.hu oldalon találhatjátok. Várunk benneteket a következő tesztünkre is.
Köszönjük a Sony Ericsson Magyarországnak, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a mobiltelefon tesztelésre.